Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Madonna, tiszteletben köszöntöm Önöket! Kertünk végében van egy pad, ahol a feleségemmel kávézni szoktam. Nem a Wotiali Yoga Xiao Yuanzi, a Xiao Yuanzi Lina Yoga, a Mutoda Yizana, a Gyincsangem Moda Fura Yicsina, a Zozani Lina Kafé. És az a pad körül néhány évvel ezelőtt egy pár bambusz ágat ültettünk el. 那么我们最近的几年之内呢, 在我们这个小院子里呢, 就种了一些种子。 Ebből mára egy egész kis bambusz liget született. 那么前几年呢, 就种了以后呢, 现在呢, 它已经长大了。 Ebből hoztam ezt a kis darabot. 那么我手里拿的这一块呢, 就是从我自己的小院子里拿给你们看的。 Ez a bambusz ág kicsit számomra Kínát jelképezi. 所以呢，我现在手里拿着这个竹子竿呢， 对于我来说呢， 就是代表中国。 Megdöbbenve figyelem minden tavasszal, hogy a bambusz ügyek a földből szinte percről percre növekednek, és egy nap alatt akár egy méteres magasságot is elérnek. 现在呢，我就每一年呢， 就走到我这个小院子里呢， 就看一看我原来种的这个竹子呢， 就每一天就长得怎么样。 我发现了，有的时候呢，一天呢能长到一米高。 Ez a lágy szár egyszer csak megkeményedik, és akár 4 méteres magasságban is ellen tud állni szélnek, esőnek, viharnak. 所以呢，这个比较柔软的，就刚这个缠上以后呢，这个柔软的这个杆呢，过一段时间呢就变硬，就成为比较硬的。这样呢，变硬以后呢，能对付这个气候上的变化。 Szilárd és rugalmas, és ugyanakkor gyönyörű szép, mert a törzsekből egy egészen laza festői levélzet bontakozik ki. 看来呢，它不只是很硬呢，有时同时呢就是很美丽的一个植物呢。那么刚开始长才是小的东西了，长完了以后呢就长得特别美丽。 Tehát már a kertünkben ott van Kína, de ahogyan államtitkár úr beszélt, Magyarország azáltal, hogy észak-dél-kelet-nyugati meccéspontban helyezkedik el, alkalmas arra, hogy egy hídfőállást képezzen Kína számára. 看中国呢已经走到了我小的院子里呢，刚才郭武秘书先生呢已经提到了，匈牙利的位置呢就是刚好是欧洲的中心地带，就是适合于做我们两国之间的这个经贸发展的主要桥梁。Itt fölmerül a kérdés, hogy jó dolog-e hídfőnek lenni, hídfőben élni. 我就不断的就经常想做一个桥梁，对我们匈牙利来说呢，到底是好事还是个坏事？ Egy hídfőben mindig történik valami, ott cserélődnek ki áruk, kapcsolatok, hiedelmek, mindenféle kultúra. Ez a találkozási pont, az mindig rengeteg izgalmat és rengeteg új inspirációt jelent. 为什么我经常想到这个问题呢？做一个桥梁呢，很不容易的一个人物呢。这个桥梁上就是个接触点。 就不同的文化，就不同的人，经常要见面，在那儿沟通一下，在那儿交流一下，交流意见什么的，总是在忙活之中。 Aki szereti az izgalmat, szereti a kapcsolatokat építeni, annak a hídfő egy igazi életprogram. 所以呢，对我们来说，谁喜欢这样忙活的生活？去这样的比较热闹的生活，对这样的人来说呢，在桥梁上，在这样的桥梁上活动工作是非常重要的，就非常优雅的一件事。 Magyarország egy hídfő állás Kína számára, és sok más ország számára is természetesen. Budapest ebben a hídfőben kiemelt szerepet játszik, és a 15. kerület ugyancsak kiveszi a részét ebből a hídfő szerepből. 那么匈牙利，不只是给中国，对于中国呢，对其他的国家呢，也是一样要做的这种桥梁的作用。那么我们布达佩斯在这个桥梁上就有很高级的高档的位置呢，其中我们市五区呢，也是在努力工作呢，实现一些主要的计划。 Jelentős autópályák kereszteződnek itt a kerületben, olyan szabad területekkel rendelkezünk, amelyek kiaknázatlanok,
minden adottság megvan arra, hogy a 15. kerület természetes módon egy ilyen hídfő szerepet betöltsön. A kínai jelenlét jelenleg is nagyon erőteljes a kerületben. Sok kínai család él itt, lakótelepen is, Kertvárosban is. Üzleteket tartanak fönn, dolgoznak, megbecsülést szereztek Kínának magatartásukkal, a munkájukkal, a szorgalmukkal. 我们这个地区呢和中国也保持着很密切的关系呢，好多中国人就住在我们这个环境下，就住在我们的市务区的这个高层楼房里边，或者是住在我们的这个园林的地方，我们跟他们保持着很友好的关系呢，他们在这儿已经经营了很长时间，或者是开了商店，或者是开了餐馆。 A China Mart ebből a szempontból egy nagyon fontos szerepet játszó intézmény, amelyik befogadja a Kínából érkező üzletembereket, kapcsolatokat épít, ápol Magyarország és az Európai Unió felé. 在中雄的这个经贸合作上呢，中国商场呢有很高档的位置呢，它就能够吸收呢来自中国的企业家，能够给他们提供他们为了在匈牙利注册公司呢，在匈牙利活动所需要的服务和帮助。 Köszönjük a munkájukat és köszönjük azt a kapcsolatteremtő igyekezetet is, amellyel például Linyi város meghívták, és Linyi várossal a 15. kerület a közeli jövőben egy szorosabb kapcsolatot is kíván építeni. Köszönjük Budapest 商场的到目前的表现的努力工作，就经过他们的努力工作呢，就这一次的临沂市的出口产品展览会也能够在这里实现。所以我认为呢，将来呢，我们这个地区和临沂市的关系也是会越来越发展，不断的发展下去。 A hátam mögött lévő képen egy hihetetlenül prosperáló város, egy fiatal, mosolygó férfi arca látható. Ez mind adottság arra, hogy ezzel a világgal barátságot kössünk, ahol a felhők harcolók úgy nőnek ki a földből, mint ahogy az a bambuszliget nő ki a kertünk végében. 那么我在我后边可以看看这个临沂市的一个相片呢，可以看看这个小伙子脸上的笑容。你看他脸上的笑容呢，说明呢，我们应该和利用这个机会呢，和临沂市继续发展下去。临沂市这个城市呢，发展得很快，好多高层楼房最近在那实现了，像跟我的小花园一样，我也种了一个小柱子，这个柱子呢，现在已经长了很大了。 Mi érdekeltek, önök érdekeltek a sikerben, mi is érdekeltek vagyunk az önök sikerében, az önök siker a mi sikerünk is. 那么今天一会儿呢，在这举办的这个家堂会呢，叫做“成功的故事中国”。那么我们的共同利益呢，就是利用这样的平台取得一些成绩，取得一些成功。那么你们的成绩，你们的成功就是相当于我们的成功。 Tartalmas és gyümölcsöző, sikeres napot kívánok! Szóval希望呢，大家呢就在这过一个完整的、能够取得成绩的日子。谢谢大家。